bravo, kedves csillagom! Jaj, és nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos tavaszi hangulatot, amit ide varázsoltál erre a koronavírusos péntek esténkre, igen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntünk mindenkit, igen. És hát nagyon nehéz lesz utólag elmondani, hogy mit hallottak, de azért mégis megpróbálom. Ez Friedrich Scholl egy romantikus német mesternek a Tenger című zongora darabja volt, ami hát ugye kifejezésével ugye azt próbálta imitálni, hogy egy ilyen nagyon nyugodt tengerképpel indult, talán az elején, ha bekapcsolódtak, akkor hallhatták, vagy bekapcsolódtatok, hallhattátok, hogy tulajdonképpen egy ilyen nyugodt tengerképpel indul, aztán egy picit ugye felfodorozódott a hangulat, egy kicsit a szél megborzolta ezt az óriási vízfelületet, ami ugye egy jó zeneszerzőhöz méltán aztán egy viharrá fokozódott itt ezen a kis hangszeren, és akkor a darabnak a legvégére pedig újra megnyugodott ez a hatalmas nagy vízfelület. Hát erről szólt. Csodálatos volt. Egyébként, aki nem ismer, talán igen, talán nagyon sokan ismerik ezt a kitűnő muzsikust, Szabolcsot, Hegedűs Valérnak a pici fia, akit csecsemőkora óta ismerek. Úgyhogy külön hát öröm számomra, hogy most együtt lehetünk ezen a koronavírusos péntek estén délutánon. De annyit mi talán elmondhatunk, hogy viszont a személyes ismeretség, ahol már az eszemet is tudtam, az Dömsödön, a művöldési központban történt. Talán ha Ócsai Júli nézi a műsort, akkor ott találkoztunk egy pár hónappal ezelőtt a Dömsödi művöldési házban. Ő volt egyik első növendékem, hát még nagyon-nagyon régen. Aztán nem is mondjuk időpontot. Ma este virágénekeket szeretném, hogyha énekelnétek velünk. Talán Szabolcs mond egy kicsit bővebben, mert ugye zene történettel is foglalkozik, a virágénekek történetéről, keletkezéséről. Igen, hát mit hallhatunk, vagy mit tudhatunk? Négy nagyon szép. Ugye, hát a virágének is érdemes azt tudni, mint a legtöbb ilyen csokor. Ugye a virágének milyen jó, hogy mindjárt egy csokorba szedjük a virágokat. Itt négy éneket fogunk majd bemutatni, meg önökkel közösen megtanulni, ha minden igaz. Hát a virágénekekről, amit leginkább érdemes tudni, hogy virágnyelven mondja el ugye a mondani valóját. És most mi egy olyan csokrot gyűjtöttünk, három is lehetne már egy csokor, kettő még nehezen lenne egy csokor, egy meg ugye pláne nem a szóló, kettő. Ez most már egy csokor lesz valóban négy ének, és hát akkor lehet, hogy mindjárt az elsőt így be is mutatjuk, a Ellopták szívemet kezdetű, nagyon szép, és szerintem nagyon sokak által ismert virágének. Akkor talán ez lenne az első, bemutatjuk, és akkor utána meg... Megpróbáljuk együtt elénekelni. Igen, nézzük meg. Kicsi előjáték mindig lesz, lelkileg ráhangolódunk a feladatra. Remélem, hogy van ott valaki a másik oldalon. Igen.
Hát ugye mondtuk, hogy virágnyelven, de mondjuk ez annyira nem is volt talán virágnyelv, hiszen ellopták szívemet, ezt tudjuk, hogy mit jelent, bár én ezeket a tolvajokat azért annyira nem utálom. Tehát, vagyis, de néha igen, de tulajdonképpen ez egy kellemes tolvajlás, ugye? És ismerem is, hogy ki a tolvaj, mondja ő. És akkor a végén ugye ez nagyon szép, amit szerintem könnyen megtanulunk majd. Még én mondjuk el, hogy itt a zene instrukció az, hogy enyelengve. Ezt magyarázzuk el, hogy ez mit jelent. Hát igen, ezt a kifejezést... Nagyon ritkán használjuk a zenében. Kottában még talán nem is nagyon láttam, de nyilván, hogy ez egy romantikus andalgó akar lenni tulajdonképpen. Egy nagyon szabadon elmondott, elbeszélt... Mégis minden egyes ütemében és minden egyes frázisában ugye valami romantikus elbeszélés akar lenni, hogy akárha valaki hallgatja, annak mindjárt kedves legyen egy picikét szerelmesnek lenni. Igen, dobban nyomkod hát a nekem szépen. Ezt jelenti. Aztán egyenlegésről nyilván ugye beszélgethetnénk még, hogy hány dolgot is jelenthet. Igen. És ugye mindig a virágénekeknek van egy pici ilyen, vagy sokszor van egy kis romantikus és kicsit erotikus kisugárzása és sugalma is. Igen. Talán. Igen. Szerintem énekeljük el még egyszer, és akkor el lehet közben gondolkodni a szövegét, és utána meg nem tanítsuk meg, nem árt, hogyha még egyszer elhangzik, hogy nem tudjuk megkérdezni, hogy szeretnétek-e, hogy elhangozzon még egyszer, de hangozzon el még egyszer, akkor az fülbe mászik, és akkor utána részenként. Jó. Jó? Ugyanúgy előjátékot játszom. Maximum a végén, de hogy mennyi indulat, szenvedély, szeretet, dinamika, ugye ilyen borzasztó... És kérdezem, nem lehet egyformán. Borzasztó sok minden. Mindig más, igen. Ha nem csak 30 perc lenne a műsoridő, akkor majd egyszer erről is. De hát ugye, amikor először mondja, hogy nem is egy magas hangot válasz, hogy... Az egy picit úgy mondja. Hát kezdjük el előről, ugye? Igen. Akkor szövegükben segítünk. Ellopták szívemet, jól érzem. Aki ellopta is, esmérem. És akkor innen kezdhetjük. Hogy? Elloptak szívemet, nagyon jó. Szerintem lehet még egyszer, igen, akkor talán így könnyebben rögzül mindenkinek. Hogy? Elloptak szívemet, mindenkinek könnyebben elsajátítható volt, hogy és talán mehet is egyszerre, hogy tiéd vagyok, rabad vagyok, talán könnyebben megtanulható, hiszen oly sokszor jön vissza a dalban. És akkor szerintem mehetünk a második verszakra.
ugye? Igen. Szerencsés és kedves tolvaj vagy. Hát igen. Szerencsés, azt majd a történelem igen, de minden esetre mehetünk akkor. Ha már megloptál. De ha már megloptál. El sem hagyd. Már talán tényleg kedves. Ha már fogadni, akkor ugye? Itt talán könnyen tanítanak. Oké, akkor nézzük. Szerencsés, három, és... Szerencsés Isten más! Könnyű. Három. És... Szerencsés és kedves tolvaj vagy, de ha már megloptál, el sem vagy. És ebben ismerős kizek jönnek, hogy... Kérem vagy! Még egy nagy hozzáértő technikával beszélünk természetesen, és sajnos itt most csak egy kis mobiltelefonnal történik ez az egész, nem tudjuk, hogy most itt mi történik igazándiból, és ebből ki mit láthal, mert számunkra semmiféle visszajelzés nincs. Igen, de azért reméljük, hogy látnak és hallanak minket. Ennek még egyszer mehetünk a következőre. Menjünk a következőre. Jó, szintén maradunk a virágénekek világában. Ejhaj, gyönyörű virág. Jöjjön. Szintén ugye az előjátéknál megmaradunk. Így van, hát muszáj volt, mert ezért vagyunk itt. Igen. Ahogy Besenyei Ferenc mondta annak idején nagyon szépen, hogy apuka meg anyuka áttörelték egymást, ebben az ölelésben benne volt az a vágy, hogy egyszer majd mi leszünk. És ez így igaz. Ennél szebben megfogalmazni, csodálatos. Az ölelésben benne volt az a vágy, hogy egyszer majd mi leszünk. Jó, akkor szerintem még egyszer is közben el lehet a szövegen egy kicsit gondolkodni. Mondjuk el ezt, hogy elmélyül. Énekeljük el még egyszer, és utána szerintem utána meg részenként. Oké, előjáték, bocsánat, az akkor onnan csinálom, hogy... Oh,
citromos rózsa, a levendulával azt hiszem. Mert látod, én nem vettem észre. Ezek ilyen kis apró tetőhibák. Pont ezt ott eszembe, ahogy, hogy mondtad, hogy a technikával elbíbelődtünk két órán keresztül. Igen. És hogy próbálni meg egyébként, ugye nagyon nem próbáltunk. Nem, egyáltalán nem próbáltunk. De hogy a apu a domahíri Lacival lépett fel, és tényleg ilyen beugró zongorista volt. És ugye a domahíri Laci elmondta a közönségnek, hogy itt van remek művésztársam, Hegedűs Valér, és hogy beugró zongorista, és hogy mi még nem is próbáltunk soha, és most úgy lépünk önök elé, hogy soha nem is próbáltunk. És lement az előadás, és akkor apu felpattant a zongorától, és annyit mondott, hogy most valóban nem próbáltunk a Lacival itt a fellépés előtt, de előtte külön-külön 30 évet. Én azt hiszem, hogy ezért ott voltam egyébként, és ha jól emlékszem, vendégként a csokoládé. Lehetséges. Ja, igen, a csokoládé. Szemtelen lett talán. Nem, itt 17-e csokoládé gyár, vagy üzemgyár, így csokoládé gyár. Igen, oda szoktam. Igen. Na nézzük meg akkor a szövegét. Ugye, én akkor megint mondom, Ejhaj gyöngyvirág, teljes szegfű, szarkaláb, pár mehetünk így tovább, bimbos majoránna. Idáig, még egyszer mondom, jó? Ejhaj gyöngyvirág, teljes szegfű, szarkaláb, bimbos majoránna. Nagyon jó. Szerintem mehetünk is tovább. Ha kertetve mehetnék. Itt van a piros, ugye? Piros rózsát szedhetnék. Nem akár ilyet, piros az. Szívem megújulna. Ha kertetve. És? Ha kertetve mehetnék, piros rózsát szedhetnék. Van egy nagyon érdekes zenei fordulat is, hogyha ennyit így még mondhatok, ami megtéveszti az embert. Szívem megújulna, innen kezdődik, szívem megújulna, majd másodjára, szívem megújulna. És ettől gyönyörű, és nem aludhat el az előadó sem, mert hogy figyelni kell arra, hogy másodra. Szerintem ez lehet még egyszer, ha kertedben, három, és ha kertedben, hát még piros rózsát szedhetnék, szívem megújulna, És akkor megjön a második verszak, Ejhaj gyöngyvirág, teljes szegfű szarkaláb, ez ugyanaz, levendula. Igen. Ott másodjára van a levendula. Igen. Jó, Ejhaj, három, és... És meg egy ismerős vizek jönnek. Elmondom azért ezt is, ha kertedbe mehetnék, ha ott kertész. Igen. Mindjárt meggyógyulnék. És itt is mondok egy érdekes történetet, hogy Béres Feri bácsit hogy ugye hát ezt is tudni kell, hogy édesapám ugye 17 esztendőn keresztül járta a világot Feri bácsival, a Kárpátalja legkisebb településeitől egészen a Niagara vízesésig bejárták az egész világot, és terjesztették ugye ezeket a magyar dalkincseket mindenhol. És Feri bácsi úgy énekelte ennek a végét, ami egyébként nagyon szép és nagyon jó megoldás. Mindjárt megújulnék, fölvitt egy akvártra, mindjárt megújulnék. És ez egy érdekes, még jobban ilyen közönség szívcsalogató kis megoldás. De mehetünk akkor onnan, hogy ha kertedbe, három, és... Ha kertedbe, mehetnék, ott kertészhetnék, mindent meggyógyulnék. Ez az. Mindent meggyógyulnék. Kicsi csalás.
Igen. Kicsi csalás, de egy pozitív csalás, ha lehet ilyet mondani, mert talán még jobban a szívhez szól. Ez szerintem van annyira bonyolult dallam, hogy elő még egyszer szerintem énekeljük. Én most már nem tudom, fogom... van valami visszajelzés? Valami... Rengeteg szívecske? Most ilyen, én a kapka hangomban most nem dúdolok bele, hanem akkor... Ne dúdolj bele, de tényleg szépen. Rátízom az egész tart. Dúdolják. Jó, hát ha. Kicsit éretem magam. Sok-sok szívecskéért cserébe. Jaj, köszönjük szépen! Igen, és akkor tulajdonképpen még itt a zöld erdőben, zöld mezőben, hát szerintem ezt a virágéneket talán szinte mindenki ismeri, ez annyira ismert. Ugye ez tulajdonképpen különösebb magyarázatot nem érdemel, pláne hogy ez egy erdélyi. Igen, és úgy beszéltünk ugye most pont Erdélyről, tehát egy nagyon-nagyon aktuális. Igen, és megvan az embrió. Igen. Akkor fogadják ezt szeretettel, és akkor én ismételten egy kis előjátékot játszanék. Soronként, lehet inkább talán részenként megtanulni, tehát itt egy nagyobb részt is egybe köthetünk, de azért mégis elmondom legalább az elejét, néha közben időt is, igen, még lesz időnk rá. Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár, sárga lába, kék a szárnya, óbe gyöngyön jár. Zöld erdőben. Három, és... Engem utitásnak elég.
is megyek én, nincs Erdélybe olyan nekem leány, neked legény, ki megtartson már. Jó, még egyszer mondom, hívva engem utitársnak, el is megyek én, nincs Erdélybe olyan leány, ki megtartson már. Három. És hívva engem utitársnak, el is megyek én, nincs Erdélybe olyan leány, ki megtartson már. És jön ez a szép rész, amit Pálmára bízunk, hogy mennyiség nem esztétikai kategória, és a Pere Jancsi is egyszer azt mondta az OSK-ban, hogy talán ezzel nagyon sokaknak ismert nevet, mert ezek a növendékek olyan szép, hogy 600-500 énekeket tudnak. Mondta Pere Jancsi, hogy tudnának csak egyet, de azt rendesen. Úgyhogy én azt javasolnám, hogyha ezt még egyszer szépen elénekeljük így ismétléssel együtt, akkor tulajdonképpen három is már egy csokor. Hát így gondolod, akkor legyen és akkor a kontát se kell megkeresnünk, és akkor ezzel a szép virágénekkel, zöld erdőben, síkmezőben, hogy jól mondom, akkor ezzel zárhatnánk a mai kis találkozásunkat. És búcsúzunk szeretettel mindenkitől, remélem fogunk még találkozni, és remélem, hogy így együtt Szaboldal, meghívásunk lesz. Úgy legyen, majd még aput is ráveszünk esetleg. Aput is ráveszünk garázspakolás helyett. Puszilok mindenkit, és további nagyon szép karanténmentes, így kell mondani? Karanténmentes, vírusmentes napokat, hétvégét, és minél rövidebb ilyen időszakot kívánunk önmagunknak és nektek is. Úgy legyen.